Barátok, ismerősök, művésztársak érkeztek Pintér Péter előadására. Aki ismerő az évtizedek óta művészkedő szobrászt, azt tudja, hogy nevéhez ezek az egyszerű anyagokból létrehozott különleges formák köthetőek. Ezekből viszont csak párat hozott most a klubba, mert az írásaival akarta a közönség elé állni. Már diákkorom óta, mint minden rendes gyerek, én is írtam verseket, és most az idei szókép antológiába versekkel, jelentkeztem, és úgy tűnik, hogy, hogy az, hogy ezek közül a német Sándorék beválogattak jó párat. Ezért is lett az előadás neve a negyedik dimenzió? 2000, talán 10 körül valamikor ö, írtam egy verset, aminek emlékek a címe, és ö, úgy érzem, hogy egy időre az az utolsó versem, de persze ez változik, és hát nem lehet tudni, hogy mikor próbálkozom majd újra ezzel a dologgal. Most pénteken újból kinyit a Kortás Művészklub, akkor Vicai Lajos művészetével ismerkedhetnek meg a vendégek.